Repülőtér. Április végéig mindegy 70 ezer utast regisztráltak, 30%-kal többet, mint tavaly. Baleset. Ittas volt az a sofőr, aki frontálisan nekiütközött egy távolsági busznak szombaton, Mikepércsnél. Foglalások. A pünkösdi hétvégére a szobák kétharmadát már kiadták az általunk megkeresett hotelekben. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó, május 15-e hétfő van, már is jövünk a legfontosabb hírekkel. Erősen indította az évet a Debrecen Airport. Januártól április végéig mindegy 70 ezer utas fordult meg a repülőtéren. Ez több mint 30%-os növekedést jelent a tavalyi év első 4 hónapjához viszonyítva, közölte híradónkkal Fodor Péter. A forgalmi és földi kiszolgálás igazgató szerint idén a charter szezon is ígéretesnek tűnik. Szokatlanul erősen kezdte az évet az Airport Debrecen. A reptér az utasok száma alapján egy különleges napi rekordot is felállított a múlt hónapban. Április 24-én történetének legerősebb forgalmát zárta a repülőtér. Egy nap alatt 30 darab járatot szolgáltunk ki. Ennek az apropóját az adta, hogy Bodrog keresztúron egy vallási ünnepség volt, és ide rendkívül sok turista érkezett a városba. Aznap csaknem 3000 utas fordult meg a repülőtéren. Legtöbbjük a csodarabbi sírjához igyekvő izraelita zarándok volt, aki városunkban landolva innen indult tovább a borsodi településre. Szerencsére az idei év első 4 hónapja rendkívül jól sikerült, több mint 30%-kal erősebb forgalmat sikerült a repülőtérnek zárnia, mint a tavalyi év azonos időszakában. A nyári menetrendre is hasonlóan optimistán tekintünk. 4 hónap alatt 70 ezer utasa volt a debreceni repülőtérnek. A szakemberek a 3 hét múlva induló nyaralójáratoktól is sokat várnak. Június 7-én a törökországi Antaliába indul a Wizz Air első ilyen gépe, de a bulgáriai Burgaszba és a görögországi Korfura is repülnek. Charterrel Krétára is eljuthatunk majd. Emellett a hagyományos úti célok London, Tel Aviv, Eindhoven, Larnaka és München is elérhető Debrecenből. A repülőtér ebben az évben 350 ezer utas fogadásával számol. Nem megfelelőek a feltételek a szürke víz felhasználásához, az EV Power kínai vállalat új beruházásához, véli a Demokratikus Koalíció politikusa Varga Zoltán. A Fidesz-KDNP úgy reagált, a képviselő abszolút tájékozatlan a város jövőjét meghatározó fejlesztésekkel kapcsolatban. Varga Zoltán a DK országgyűlési képviselője mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, téves Szijjártó Péter miniszter kijelentése, miszerint az új üzem vízigényét 95%-ban tisztított szennyvízből és felszíni vízből biztosítják. Vaszkó Imre önkormányzati képviselő azt mondta, amennyiben szürke vizet szeretnének használni az új üzemnél, az akár 10 évet is igénybe vehet. A Fidesz-KDNP közleményben reagált, amiben azt írják. Bebizonyosodott, hogy Varga Zoltán nincs tisztában a Debrecenben zajló folyamatokkal. Kiemelték, a kormány támogatásával 109 milliárd forintos fejlesztéssel új alapokra helyezik Debrecen teljes víziközműrendszerét, melynek keretében fejlesztik és bővítik a városi szennyvíztelepet, a vízvezeték és csatornarendszert, valamint kiépítik a szürke víz biztosításához szükséges rendszert a gazdasági övezetekhez. A külföldi nagy tőke diktál a magyar kormánynak, ezért épülnek az újabb akkumulátorgyárak, véli az LMP. A párt szerint elképesztő, hogy a klímaválság közepén egy újabb beruházást akarnak a városban. Kanász Nagy Máté, a párt frakció vezető helyettese, mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, szeretnék visszaszerezni az irányítást és az önrendelkezés jogát. Jármi Péter megyei elnök azt mondta, az új akkumulátor üzemek építésének a magyar emberek fogják kárát látni, például a villamos energiaárak emelkedésével, mivel ezeknek a létesítményeknek óriási energiaigényük lesz. Az LMP május 23-ára tüntetést szervez az újabb akkumulátorgyár építése ellen.
Az elmúlt években tapasztalt aszályos időszak után sok a csapadék országszerte, így Debrecenben is a tavasz utolsó hónapjában. A gazdálkodók szerint a májusi eső aranyat ér, de a vetések még 20-50 mm esőt elbírnának. A hét közepéig jelentős mennyiségű csapadék várható a térségben. Előkerültek az esernyők és a vastag kabátok a nagy esőzésnek köszönhetően. Pap Róbert és felesége a mára tervezett városnézés helyett inkább a múzeumokat látogatták meg. Ez egy szép novemberi időjárás. Nekem tetszik, mondjuk ha november lenne, élvezném, de most annyira nem. Éppen a város szeretnénk megnézni, feleségemmel vagyok itt. Szerencsére elég sok múzeum van, úgyhogy majd ott eltöltjük az időt. Találkoztunk olyanokkal is, akik kifejezetten örültek a csapadéknak. Ez az eső nagyon kell most, ez a májusi eső. Nagyon örülünk neki. Van keltünk és kell az eső, úgyhogy annyira nem haragszom rá. A gazdálkodók számára épp időben érkezett az eső. A tavaszi munkákat már befejezték a földeken, a csapadék miatt az évszaknak megfelelően fejlődik a vetés. Úgyhogy szokták mondani, a májusi eső aranyat ér. Minden termény el van vetve, mind ki van kelve, lehetne az idő egy kicsit melegebb, de ha még esik 20-50 mm eső, a földünk elbírja. Az elmúlt évekhez viszonyítva szokatlan a csapadékos május. Tavaly ilyenkor aszályos, száraz volt az időjárás. Simon Gergő meteorológus szerint a tavasz utolsó hónapjában gyakoriak a ciklon, illetve frontátvonulások. A jelenlegi időjárási helyzetet az úgynevezett mediterrán ciklonok alakítják. Ezek a légörvények tőlünk délnyugatra képződnek, általában a genovai öböl környékén, és ezeknek a pályája, hogyha metszi a Kárpát-medencét, akkor szokott lenni ez a mostani időjárási helyzet. Az előrejelzések szerint csütörtökig még jelentős csapadékmennyiség érkezik Debrecen térségébe, a hétvégére azonban jelentősen felmelegszik az idő. Nagyon fontos, hogy legyen folyamatos kommunikáció a polgárok és a város vezetése között. Ennek minden lehetséges formáját meg kell ragadni. Ezt mondta Pap László, aki Debrecen jelene és jövője címmel tartott előadást, az egyik legnagyobb létszámú civil közösség a Debreceni Nyugdíjas Egyesület meghívására. A polgármester szerint az egyesület aktív szerepet játszik a civis város életében, és számos közös programot szerveznek évről évre. Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepséget a Debreceni Nyugdíjas Egyesület, ez a város egyik legnagyobb létszámú és legaktívabb civil közössége. Az idősügyi tanács februári ülésén egyeztek meg arról, hogy a polgármester tájékoztatást ad a város helyzetéről és a távlati tervekről. Első kézből polgármester úrtól kapjunk tájékoztatást, hogy mi várható az elkövetkező időszakban. Itt nem csak a lakosságról, hanem mind nyugdíjasokról is van szó. Egyre népszerűbb a Mozdulj Debrecen program az idősek körében. A város 70 millió forintot különített el idén egy átfogó szűrőprogram megvalósítására. Pap László polgármester az egyesület tagjainak tartott előadást Debrecen jelene és jövője címmel. Ebben kiemelte, hogy a Covid és a háború miatt számos kihívással kellett megküzdeni. Komoly erőfeszítéseket tettek ezekben az években, hogy a szociális és kulturális területen biztosítsák a szolgáltatásokat, és nem kellett fontos beruházásokat leállítani. Elmondta azt is, hogy a következő évre már jelentősen alacsonyabb energiaárakról sikerült megállapodniuk. Számos olyan programunk van, amely természetesen a nyugdíjasokat érinti. Ezt minden évben a város költségvetésének elfogadásánál szoktuk rögzíteni. A nyugdíjas egyesületek támogatása is napirenden van, hiszen a idősügyi tanács keretei között meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyeket tudjuk támogatni. A polgármester hozzátette, hogy számos már jól működő program van a nyugdíjasok számára, ilyen például a kedvezményes gyógyfürdőbelépő, ami most kiegészül azzal, hogy a termálfürdőt május közepétől már városkártyával is igénybe lehet venni. Ittas volt az a sofőr, aki frontálisan nekiütközött egy távolsági busznak a 47-es úton Mikepércsnél szombat este, számolt be róla a rendőrség. A gépkocsi áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol nekicsapódott a szabályosan közlekedő busznak, amin 45-en utaztak. A gépkocsiban egyedül a sofőr ült, ő beszorult az összetört járműbe. Egy embert súlyos, kettőt könnyebb sérülésekkel szállítottak a klinikai központ Kenézi Gyula kampuszára.
A Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint a könnyebben sérült betegek ambuláns ellátást követően már elhagyták a klinikát. A súlyos sérültet jelenleg az intenzív osztályon ápolják. Állapota súlyos, de stabil. Az alkoholszonda a személyautó vezetőjénél pozitív értéket mutatott. Az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya indított eljárást. Közeleg a határidő, egy hét múlva lejár az adóbevallás határideje. Ugyancsak május 22-ig lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról is, amelyet civil szervezetek és vallási felekezetek számára lehet felajánlani. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatai ebben az időszakban rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket. A Debreceni Klinika gyermekhematológiai, onkológiai részlegébe évente 40-50 új beteg gyermek érkezik, akikkel kapcsolatba kerül a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. A civil szervezet minden évben várja a felajánlott adóforintokat. Tavaly 30 millió forint gyűlt így össze. A felajánlásokból korszerű műszerekkel és berendezésekkel fejlesztenék az eszközparkjukat. Most kiemelt tervünk, hogy egy különlegesen tiszta, idézőjelbe téve steril kórtermet fogunk kialakítani, speciális, valóban steril levegő befújásával, túlnyomásos levegő befújásával. A NAV Debreceni Központi Ügyfélszolgálatán is ma délelőtt többen várakoztak. Köztük olyanok is, akik még nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Ezt a könyvön intézi automatikusan, és ezt a rászoruló gyerekeknek szoktuk átutalni. Az adóhivatal idén is ilyen tájékoztató videókat készített, hogy megkönnyítse az ügyfélkapuval rendelkezők dolgát, ugyanis interneten keresztül lehet a legegyszerűbben jóváhagyni a NAV által személyre szabottan elkészített személyi jövedelemadó tervezetet jövő hétfőig. Ez a határideje az 1+1% felajánlásának is. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható. Elektronikusan, postai úton és személyesen is be lehet nyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A személyesen benyújtott nyilatkozatoknál nagyon fontos, ha nem a saját nyilatkozatunkat szeretnénk leadni az ügyfélszolgálaton, akkor abban az esetben, mivel az SZIA 1+1%-os nyilatkozat adótitoknak minősül, meghatalmazás szükséges. A tapasztalatok szerint a magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1%-át a leggyakrabban a gyermekek gyógyításával foglalkozó szervezetek, illetve állatmenhelyek támogatására szokták felajánlani. Sokan töltik szállodában a pünkösdöt. Debrecen is népszerű célpont a hosszú hétvégén. A turisták jó része igyekszik időben szállást foglalni. Az általunk megkeresett hotelekben a szobák kétharmadát már kiadták erre az időszakra. A borongós esős idő sem zavarta azokat, akik a termálmedence vizét választották. Nem csak a debreceniek, de a turisták körében is népszerű a fürdő. Vannak, akik ezért választották ezt a szállodát. Kicsit a mozgás sérültség miatt, mert itt helyben van a víz, és nem kell messzire menni, ha viszont sétálni akarok, akkor a nagy erdőnél nincs ideálisabb. Ebbe a hotelbe a vendégek 60%-a belföldről, 40%-a pedig külföldről érkezik. Sokan előre gondolkodtak, és már időben foglaltak maguknak szállást a pünkösdi hétvégére is. A hosszú hétvégére olyan 70% környékén áll most a szálloda, ami a pünkösdi időszaknak megfelelően normálisnak tekinthető. Ezt megfigyeltük már hosszú évek alatt, hogy általában a pünkösdi hétvége az már nem annyira erős, mint a húsvéti. Akkor talán elfogy a lendület, vagy már inkább a nyári időszakra készülnek a vendégek, úgyhogy a várakozásainak megfelelő. Ebben a másik szállodában főként üzletemberek és sportolók szállnak meg. Itt az a tapasztalat, hogy egyre többen hagyják a foglalást az utolsó napokra. A hosszú hétvégére a szobák 60%-át foglalták már le. A pünkösdi hétvégén ott érdekes módon néhány családi foglalás is megjelent. Igazándiból, akik nem jellemzőek a mi szállodánkban, mert ugye itt nincsenek ilyen wellness, meg egyéb fürdőszolgáltatások. De ugye az üzleti turizmus az a pünkösdi hétvégén az mérsékeltebb, éppen ezért mások is, akár mondjuk városlátogatás vagy átutazók itt foglalgatnak helyeket. A pünkösdi hosszú hétvégén számos program lesz a városban. Akkor lesz a keleti régió legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive, és kinyit az Aquaticum Debrecen strand is.
Újabb izgalmas kalandokkal jelentkezik a Debrecen Televízió műsora, az Epizód. A kutyabarátok már a Facebookon és a TikTokon is nyomon követhetik Atmó, a bohókás Golden Retriever hétköznapjait. A rövid videókban a nézők Nádasdy Anikó szerkesztő riporter és kutyája mindennapjain keresztül láthatják, hogy egy felelős gazdinak milyen kihívásokkal, dilemmákkal kell megküzdenie. Az Epizódban szakemberek segítenek különböző helyzetek megoldásában, vagy éppen komoly döntések meghozásában. Például, hogy nyakörvel, cseppentős oldattal vagy tablettával védekezzünk-e a kullancsok ellen. A legújabb epizódban azt a témát járják körül, hogy mire kell figyelni egy állattal, ha bevásárlóközpontban járunk. A műsor két hetente pénteken látható a Debrecen Televízióban, és ekkor kerül ki a YouTube-ra is, de az új platformokon, az adásokon kívül apró, olykor vicces szösszenetek is megjelennek Atmóról. Megnyerte az utolsó hazai mérkőzését a szezonban a Deac labdarúgó csapata vasárnap délután. A debreceniek ezzel újabb lépést tettek a bronzérem megszerzése felé. Hazai lehetőséggel indult a találkozó, de Korhut közeli próbálkozása még kimaradt. Nem sokkal később a mérkőzés egyetlen hatvani helyzetét a korábban Debrecenben játszó Sármány Kristóf hagyta ki. Az egyetemi csapat a második félidő elején Jankelics megpattanó lövésével szerzett előnyt, amit a lefújásig meg is tartott. A Deac egy mérkőzéssel a bajnokság vége előtt a harmadik helyen áll a tabellán, és már csak a DVSC 2 előzheti meg, amely a BKV előre otthonában nyert 3-0-ra vasárnap. Hamarosan az esti közelkép jelentkezik. Vojtkó Ferenc már várja Önöket. Szervusz, kik érkeznek hozzád, és milyen témákkal készültél? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Óriási fejlődésen megy keresztül a magyarországi napelemipar, mind a nagytermelői, mind a magánszektoros oldalon is. De a fejlődés mellett számos kérdés jelentkezik, például hálózatkapacitási, támogatási kérdések, melyekre Csordás György szakértővel keressük a válaszokat. A folytatásban a második debreceni református napokról lesz szó. Mindjárt kezdünk, maradjanak velünk a híradó után is. Köszönjük. Eddig tartott ma a DTV híradó. Riportjainkat keressék a DeHíren, mobil applikációinkon, illetve közösségi média felületeinken. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!